Sziasztok! Ma egész érdekes dolgot fogunk unboxingolni. Egy ilyen Jurassic World Scorpius Rex dinoszauruszt. Mattel a kiadója. Ugye ő lesz az ott. Mert ugye vettem ilyen dinót Dave sorozathoz, úgyhogy eléggé jó nagy ez a dög, így innen ránézésre. Úgyhogy nézzük is meg, milyen komolyul kinéz. Hogy kösz. Na, másik dobozok itt kocsognak. Csé vihar várt egy ilyen húha. Na, hogy ez itt még le van így. Izéva, mert mondjuk nagyon nem kell összerakni. Így mi? Jaj, hát persze, hogy még az is le van rögzítve. Ez az. Na, milyen jó ilyen dzsungeles háttér hozzá nesze. Nézzük akkor, milyen tömör gumi, de ez már itt műanyag. Aha, lesz ilyen mozgatható rész. Ja, azt hittem már ki van törve itt a lába. Illetve... hát a szája nem nyitható. Nem. Na, eredetileg ezt oda... ja, így. Ez az, egész komoly, jó nagy, tiszta kaményen kinéz, Scorpius Rex, ugye ez a Jurassic World krétakori tábor sorozatba szerepelt, ez a dinoszaurusz, ha valaki esetleg nem látta a sorozatot, ekkora hatalmas, tényleg tök jó. Látványosan ki van dolgozva, mozgatható lábakkal, akárhogy be tud így állni. Mondjuk a törzs rész az nem, a karjai igen, hát a feje ugye az nem. De mondjuk ilyen tiszta jó, jó ki van dolgozva, ugye majd hamarosan szerepelni fog, bár annyi minden tennivaló van, hogy alig jutok forgatáshoz. De betesszük hozzá a dzsungel hátteret, nasza. Mondjuk ezzel így hülyén néz ki. De... így ni. Maga a dinoszaurusz, Scorpius Rex. De ez is valami hibrid dinó, nem? Mert ilyen nem volt. Hibridizáció eredménye. T-rex van benne, meg Scorpius, akkor valami más, de valami nem tudom mi, de lényegében ilyen. Hát ez most csak egy rövid videó lett, ugye nagyon nincs mit csinálni ezzel a dinóval, úgyhogy ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!